Kócs Dávid képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Szépen a szót, tisztelt ház. Azt gondolom, hogy bár egy nagyon kis települést vezettem, azért jó pár év alatt volt szerencsém belelátni az önkormányzati munkába és annak rejtelmeibe, és sajnos én azt tudom akkor közvetíteni önök felé, hogy az elmúlt 30 évnek hiába, hogy akkor jött létre az önkormányzatiság maga, inkább a vesztesei voltak az önkormányzatok, mint a nyertesei, hiszen a baloldali kormányok alatt az eladósodás volt rájuk jellemző, most pedig a Fidesz kormány alatt úgy néz ki, hogy a gyámkodás és a gondolkoskodás az, ami jellemző az önkormányzatokra. Egyik sem túl szerencsés. Én magam igazság szerint ennek a hányattatott sorsú nógrádi kis településnek a vezetőjeként azt láttam, hogy szinte egy bűvész trükkel felérő varázslat az, hogyha évvégén az ember szeretett volna teljesen egy nullás költségvetésre kijönni, és ezt a zárszámadásnál aztán valahogy alá is támasztani, hiszen egész egyszerűen nincsenek források az önkormányzatok kezébe. Azok a pántlikázott pénzek, amik az állami normatíva alapján érkeznek, azok a fenntartásra sem elegendőek. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nem gyámot kéne az önkormányzatok fölé, hanem tisztességes finanszírozást kéne nekik adni. És hát mindenekelőtt a felszólalásomat azzal szeretném kezdeni, hogy rávilágítsak arra, hogy miért is került a ház elé ez a törvényjavaslat. Az önkormányzatok rettenetes pénzügyi állapotban vannak. Az elmúlt évek során számtalan alkalommal kellett forrás megvonásokkal, támogatás kiesésekkel szembenézniük. Gondoljunk itt arra, amit előttem szóló képviselők is forszíroztak, miszerint a gépjármű adónak először a 60, aztán a maradék 40%-át is elvonták az önkormányzatoktól, vagy gondoljunk arra, amikor a Covid mizéria alatt egy elfogadott költségvetés után adtak olyan többletkiadásokat az önkormányzatoknak, amikre egyébként nem volt forrásuk, és vettek el olyan forrásokat tőlük, amik a költségvetésbe be voltak tervezve, tehát menet közben módosították önök a játékszabályokat, ami egész egyszerűen olyan helyzetet idézett elő, miszerint nem lehetett tartani ezeket a költségvetéseket, és ezeknek a káros és negatív hatásait látjuk ma az önkormányzatoknál sok esetben, hiszen nem arról van szó, az önök törvényjavaslatában, hogy azokat az önkormányzatokat szeretnék valamilyen kontroll alá hajtani, akik mondjuk irreálisan nagy jutalmakat osztogatnak szét, elsőként saját maguknak, hanem kollektíven szeretnék az önkormányzatokat gondnokság alá vonni, ami azt gondolom, hogy nem túl szerencsés, és mindjárt azt is ki fogom fejteni, hogy miért. Itt van például okáért a magas infláció, ami érinti a közétkeztetést, vagy akár a bentlakásos intézményeket is, de az önkormányzatok futnak az infláció után, hiszen egészen egyszerűen a normatívák azok nem követték az infláció mértékét, éppen ezért az alulfinanszírozottság az évről évre csak egyre súlyosabbá vált. Ahogy említettem, a koronavírus alatt forráselvonások nehezítették az önkormányzati gazdálkodást, így egészen pontosan 150 milliárd forintról beszélünk, amit önök elvontak ezektől az önkormányzatoktól, és ez pont a legkisebb és a közepes méretű önkormányzatoknak okozták a legnagyobb problémát, így ők voltak a leginkább az elszenvedői ennek a döntésnek. Önök most azért szeretnének hozzányúlni a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárással kapcsolatos törvényekhez, mert tisztában vannak vele, hogy az ilyen eljárások a jövőben meg fognak szaporodni az önkormányzatok forrás hiányára és a kényszeredettségére való figyelemmel és tekintettel, hiszen azok a vagyontárgyak, amik most mondjuk forgalomképtelen vagyontárgyként szerepelnek az önkormányzat vagyonában, azokat át lehet csoportosítani forgalomképessé, ami azt jelenti, hogy a kínnal keservel összerakott önkormányzati vagyonnak a felszámolásáról van most szó, hiszen nem luxus dolgokat szokott általában egy önkormányzat felhalmozni, hanem a fejlődéséhez, a túléléséhez, a községben vagy a településen élők boldogulásához és a komfortérzetének a javításához szükséges eszközöket, ingatlanokat és javakat. Önök most ezt számolnák fel. Az ellenzéki vezetésű településeknek, különösen a kisebb falvak önkormányzatainak vért kell izzadniuk minden támogatási fillérért. A törvényjavaslatot vizsgálva az az érzés támadhat bennünk tapasztalati úton, hogy az ellenzéki vezetésű települések esetében igyekszik a kormány egyfajta totális kontroll lehetőségének a kiépítését megteremteni, hogy a csődbiztos kijelölésének jogát a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter kezébe helyezi.
Erre utal az is, hogy az adósságrendező eljárás alatt és azt követően a miniszter adhat felmentést a tiszteletdíjak és a jutalmak kifizetésének megszüntetése alól, tehát a miniszter majd eldönti, hogy ki kaphat és ki nem tiszteletdíjat a munkájáért. Ez pedig egy kicsit hasonlít a kommunista szombat tempójára és módszerére, hiszen egész egyszerűen ez az önkéntes munka nagyon úgy néz ki, hogy kötelező jelleggel lesz elvégezve. Ha igazán segíteni szeretnének az önkormányzatoknak, akkor azt gondolom, hogy csődbiztos, vagy inkább felszámoló biztos helyett megfelelő állami normatívát adhatnának az önkormányzatoknak, például az adóerő képességükhöz mérten, hiszen ez jól kifejezi az önkormányzatnak a gazdálkodásra alkalmas pénz eszközét vagy lehetőségeit. Ezen lehetne államilag segíteni, természetesen nem azokat az önkormányzatokat kell támogatni, akik egyébként is jó gazdasági helyzetben vannak, hanem azokat, akik a túlélésért játszanak. Vagy például, hogy az önkormányzatoknak kötelező magyar államkincstárra vezetett számlát kell nyitni, ehelyett inkább kötelezhetnék a magyar államkincstárt, hogy fizesse ki az önkormányzatoknak azokat a pályázati forrásokat, amik évek óta be vannak ragadva, és sokszor felborítják a költségvetését az önkormányzatnak, illetve a maguk előtt göngyölt adósságot sok esetben ezek okozzák. Míg a kormány forrásokat és jogokat vonna meg az önkormányzatoktól, addig a Mi Hazánk fontosnak tartja a szubszidiaritás elvét. Hiszünk abban, hogy az önkormányzatokat megerősíteni kellene, ez lehet az alapja a vidék népesség megtartó erejének és egy fejlődő és lélekszámban is gyarapodó Magyarországnak. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, képviselő úr!